A Beethoven plusz mobiltelefon. A különös kottát mutatja ifjabb Kurták György. A Franciaországban élő művész a zenét kutatja, új digitális hangszerek kifejlesztésén dolgozik. A zene az könnyű, ami nehéz, az a gépeknek a gombjai. Sok van belőlük, tehát gyakorlatilag ez, meg ezek. Ezt nehéz megjegyezni, a többi könnyű. Több mint 1000 hangot kell koordinálnia. Azt mondja, az utóbbi években a zene fogalma megváltozott. Minden hang zene, amit úgy hallgatunk, mint zenét. Az együttes célja a tudomány és a zene vívmányait összehozni. Ez például a Szaturnusz hangja, ez pedig az egyik holdjái, a Titáné. De még a sarki fényrezgéseit is belekomponálják darabjukba. Ezek eredeti hangok, amit a NASA-tól kaptak. Ezeket a hangokat mi magunk sem hallgatjuk, nem tesszük, hogy hú, de szépen zörög. Tehát ilyen nincsen, hanem kifejezetten az érdekelt belőle, hogy ebből a két hangmintából mit tudunk használni. Ezek az ősrobbanás zajai a sc.art együttes értelmezésében. A tagok azt mondják, hihetetlen szabadságot élnek át a koncerteken. Zeneileg tulajdonképpen nagyon-nagyon sok lehetőséget kínál, aminek azért örülök, mert ez a fajta zene, ez lévén megkomponált, de a struktúrája olyan, hogy a hangok, az önálló hangok, illetve az együttes hangok keveredéséből állnak össze igazából azok a zenei mondani valók, amit mi szeretnénk itt közölni, és a tulajdonképpen minden hangnak önálló szerepe van, akkor is, mikor együtt játszunk. És ezek a hangok nagyon-nagyon szépek, én ezeket nagyon-nagyon szeretem. Annak ellenére például, hogy a basszusgitár a saját hangján egyszer sem szólal meg a koncert során. Az egyórás performance igazi időutazás, a fényjátékok még hatásosabbá teszik a művet. A tagok egyébként most hazánk zajait, zörejeit kutatják. A következő előadásuk címe Magyarország hanglenyomata. Biztosan abban is lesznek ijesztő részek.